Kurucné Disznós Ildikó tanítónő még 2 éves kisfiával van otthon, de ősztől ő lesz az egyik elsős tanítónő a Karcagi Nagykun Református Általános Iskolában. A tanítónő 2008 óta dolgozik a református iskolában. Az elsősök tanítása, így az írás, olvasás, számolás számára egyfajta felelősségtudat. Én jelenleg a 2 éves kisfiammal Mátéval vagyok otthon, és várhatóan igen szeptembertől én is újra első osztályos leszek innen a református iskolából. Mentem el Gyesre, 2008 óta dolgozom itt. Javarészt leginkább első-második osztályban, és nekem bevallom, hogy ez a szívem csücske is. Én ezt a korosztályt szeretem a legjobban, nagyon varázslatos dolognak tartom az iskolába való beérkeztetés utáni időszakot, amikor megtanulnak írni és olvasni a gyerekek. Már iskolásként tudta, hogy tanítónő lesz. Mindig is szerettem volna tanítónéni lenni. Én eredetileg berekfürdői vagyok, és nekem ott egyszer a berekfürdői igazgatóasszony azt mondta, hogy ő ezt tudja nekem borítékolni, hogy nekem pedagógus szakmában fogok elhelyezkedni, és igen, megtörtént valójában. Azt gondolom, hogy rendkívül nagy felelősség az első-második osztály, mert mi határozzuk meg a tanuláshoz való hozzáállásukat, a viszonyukat, az iskola iránti szeretetüket, és nagyon-nagyon fontos, hogy milyen élményekkel kezdik az iskolai életüket a gyerekek. Az első tanítónő határozza meg az óvodából érkező gyermekek tanuláshoz való hozzáállását, az iskola iránti szeretetüket, így nagyon fontos, hogy milyen élményekkel kezdik az iskolát. Nagyon sok változás is történt ez alatt a 2 év alatt, ameddig én otthon voltam, új nemzeti alaptantervvel, az iskolában is fejlődtek a digitális eszközök, hozzám nagyon közel állnak ezek a technikai eszközök, de most én is csodálkoztam, amikor itt az előbb szétnéztem, hogy úristen, mekkora óriási nagy interaktív táblák érkeztek, tehát ezeknek a megtanulása az én feladatom is lesz. Nyilván fogok jönni a kolléganőkhöz, és amikor már nincsenek gyerekek, de még nyáron itt vannak, akkor ettől segítséget fogok kérni, hogy én is be tudjak ebbe kapcsolódni, és azért igen, azt gondolom, hogy a tanítónénik legfőképpen szerintem egy első-második osztályos tanítónének az augusztusa az már abból áll, hogy ő akkor végig gondolja, hogy mit szeretne, milyen dekorációt, én is így készülök rá, és remélem még, hogy fogok találkozni a leendő első osztályosokkal is. Az iskola vezetésnek az a terve, hogyha a járványügyi korlátozásokon egy kicsit is enyhítenek, akkor mi még szeretnénk az eddigi megszokottól eltérően, nem csak márciusig folytatni, vagy áprilisig a beiskolázásig az iskola előkészítő programokat, hanem egy picikét tovább, egészen talán tanév végéig ki tudnánk húzni, és nagyon szeretnénk megtartani a Gólya programot is. Ami azt gondolom, hogy egy szuper élmény, egy első közös szuper élmény a gyerekekkel, egy kirándulás, ahol például megszületnek azok a rajzok, amivel mi kidíszítjük a tantermeknek a falát, és egy olyan megnyugtató érzés, egy biztonságot adó érzés a kis elsőseinknek, hogy ó, engem már vártak, és itt vannak ezek a rajzok. Egyébként is augusztusban szoktunk írni a gyerekeknek egy levelet, hogy na, biztosítsuk őket, hogy mi már mindenre fölkészültünk, és nagy szeretettel várjuk őket. Ezeket augusztus végén szoktuk elvinni hozzájuk, és a szülők visszajelzéséből tudjuk, hogy mindig borzasztóan izgatottak lesznek ettől, hogy rájuk igen számítunk, és ez megkönnyíti az első iskolás napokat. Akik az osztályába fognak járni, azok sok kinti programra számíthatnak, ha az időjárás engedi. Eredetileg természetismeret a műveltség területem. Nyilván ezt is bele fogom venni a gyerekekkel való munkában. Nagyon szeretnék minél több kinti programot szervezni nekik, ameddig majd még az időjárás engedni fogja. Én azt gondolom egyébként eredendően magamról, hogy én következetesen vagyok szigorú, viszont nagyon szeretem, hogyha jó kedv van az osztályunkban, és nagyon szívesen viccelődök is velük, tehát erre kell számítani a gyerekeknek, illetve teljesen tisztában vagyunk vele, hogy óvodások érkeznek az iskolába, aki az én osztályomba is fog kerülni. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy azokat a tevékenységeket kell először alkalmazni náluk, amit az óvodában is voltak. Tehát a játék természetes része lesz a tanórának, és a játékokon keresztül fognak a gyerekek tanulni. A tanítónő számára a kikapcsolódást a kisfiával töltött idő jelenti. Máté most éppen elindult felfedezni a világot. Ennek a kísérése és a veszélyektől megóvása leköti a szabad idejét.